Igen, hát így érkeznek meg az iratok, sorba, ez például az árvaszéki, Csanádvármegye árvaszékének irata, ez Tápén volt kint. Csanádvármegye közel 1 kilométer hosszúságú iratanyag a Szegedről és környékéről, immár az új makói levéltár épületébe érkezhet meg, amely mintegy 130 millió forint kormányzati támogatásból modernizálódott és vált méltóvá a már meglévő 16 település múltját őrző 2 kilométernyi iratanyag tárolására is. A térségben élők számára azonban mindvégig fontos volt az a szempont is, hogy Csanád megye értékeit, hagyományait, történelmét őrizzük. Makói céget kért föl Makóváros önkormányzata arra vonatkozóan, hogy a szállítási feladatokat megoldja. Az Agliora Gold BT-vel kötöttünk erre vonatkozóan szerződést. 3,5 millió forinttal támogatta meg Makóváros önkormányzata ennek a megvalósítását. Az anyag Csanád vármegye 1717-től 1950-ig tartó időszakát öleli fel, és rendkívül fontos országos politikai eseményeket érintő iratokat is tartalmaz. Mintegy 60%-a még feltáratlan, ezért az eddig ismert helytörténeti tényeket akár más megvilágításba is helyezheti, emelte ki Urbancsok Zsolt a bemutató alkalmával. Ugye a Makó monográfiára nagyon büszkék vagyunk, hiszen az országban egyedülálló dr. Tóth Ferencnek a szerkesztésében megjelent munka, ez a 6 kötet. Csodálatos munka, viszont megyei monográfiánk az igazából nincs. Tehát óriási munka vár a kutatókra, itt az anyag rendkívül értékes dolgokkal, amit majd meg is fogok majd mutatni. Ez Mária Teréziának az egyik leírata, az egyik tájékoztatója, amit a megyei közgyűlés számára küldött. Ugye latinul van megfogalmazva, de körülbelül arról szól, hogy mivel ugye a férjét német-római császárrá koronázták, ezért ő egy 220 aranyforintból álló adományt tesz, egy oktatási célú fölajánlást tesz, és erről értesíti a megyének a közönségét, ami a nemességet jelentette, és akkor itt látható az urak nő aláírása, tehát saját kezű aláírása látható rajta. Az eseményen Farkas Éva Erzsébet polgármester azt is kiemelte, a makóiak kérésének elegettéve Lázár János országgyűlési képviselő közbenjárásának köszönhetően megyénk jövőre, Trianon 100. évfordulója alkalmából felveszi a Csongrád Csanád nevet.